A diótörő elmaradhatatlan szimbóluma a karácsonyi időszaknak. A mesefigura mellett angyalok és a Mikulás is megjelenik a karácsonyi dekorációk között a kálai gyűjteményben. A házat a Szentendrei Karácsonyi Múzeum tulajdonosa Hubai Éva díszítette fel, aki szerint a csend és a szeretet mellett a saját kézzel készített díszek teszik emlékezetessé az ünnepet. Nagyon sokszor egy kis ajándék, valami kis dísz, vagy akár amit saját maguk készítenek el a gyermekek, vagy egymásnak a felnőttek, sokkal több üzenete van, mint a legnagyobb, legcsillogóbb dísznek. Természetesen egy csillogó díszt is azzal lehet vinni, és fel lehet akasztani a karácsonyfára, hisz hát azok a gyönyörű díszek tükrözik vissza az életünket, amikor aznap este ott van, vagy akár több hétig is ott van a nappaliba az a karácsonyfa, akár kicsi, akár nagy. És a díszeknek ugye jellemzője a csillogás, a tükröződés, tehát gyakorlatilag a mi életünket tükrözi vissza. A szakember szerint idén a füstösbarna, a szürke és a narancs lesznek a karácsony divat színei, de a csillogó díszek nem maradhatnak el az ünnepből. A kálai gyűjtemény is készül az idei adventre. Mivel vasárnaponként, advent vasárnapján vannak a gyertyagyújtás időpontjai, ezért mi minden szombatra, advent előtti szombatokra terveztük a programokat. 27-én cselesz ki a Krampuszt, ez egy ilyen ajándékkeresős családi gyermekprogram lenne. Mellette a Vidámanók gyerekműsora két alkalommal is lesz látható. Az egyik egy Mikulás, a másik pedig egy karácsonyváró zenés interaktív program. Mellette a Mikulás is fogja várni a gyerekeket folyamatosan, pontosabban reggel 9-től 12-ig és 14 órától 18 óráig. Mellette még programként szerepel, ugye 4 szombat van, a tárogató művész Nagy Csabának a karácsonyi műsora, ugyanakkor a Pulcs Pető önkormányzat hagyományőrzői és a Kisguba néptánc együttes is el fog lépni, ők egy betlehemes játékot fognak előadni. A kálai gyűjtemény díszei és programjai idén is részei a városi ünnepségnek. Úrik Attila alpolgármester azt mondta, szeretnék még emlékezetesebbé tenni az idei adventet. Úgy döntöttünk, hogy ha már meg lehet tartani az adventi ünnepség sorozatot, akkor az egyik felújított kulturális intézménybe hozzuk ide a kulturális negyedbe ezt a varázslatos karácsonyt, és a kálai gyűjteménynek a dolgozói elintézték azt, hogy Magyarország egyik legnagyobb gyűjteményéből hozzák ide azokat a dolgokat, amelyeket majd itt látni lehet. Ugye a karácsony az a fényről, a szeretetről szól, arról, hogy az emberek egy kicsit átszellemülnek, várják az ajándékokat, a Mikulást, utána majd a Jézuskát is, és remélem azt, hogy aki ellátogat ide a kálai gyűjteménybe, nagyon jól fogja magát érezni. A kollégák direkt úgy szerkesztették meg ezt a kiállítást, hogy aki nem szeretne zárt térbe bejönni, az megteheti, megláthatja ezeket a csodákat a kálai ház udvarán is. Arra azért felhívnám a kedves látogatóknak a figyelmét, hogy a maszk használata ugye kötelező az épületen belül. Vigyázzanak nagyon magukra, de érezzék is nagyon magukat itt a kálai házban. Az első programot, a Cselesz ki a Krampuszt címűt ezen a szombaton november 27-én rendezik a házban. A további eseményekről a kálai gyűjtemény honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.